Méltán birtokol két nagymesteri címet és meg annyi rangos elismerést a zombori szekeres Katalin, aki évről évre más-más technikával díszíti a húsvéti tojást. Visszatérő kiállítója a kézimunkázók és gyűjtők népszerű, változó helyszíneken megrendezésre kerülő nemzetközi sereg szemléjének. Az idén Muzsia ad otthont a húsvéti ünnep ideje alatt a találkozónak. Katalint közvetlenül az elutazás előtt kerestük fel otthonában. Megvárom, amíg elmúlnak az újévi karácsonyi ünnepek, akkor januárban semmi dolgom nincsen nagyon, és akkor jön meg az ihlet, hogy elkezdjem a tojásokat. A tojásokat már kiskoromtól kezdve készítem. Az édesanyámmal kezdtem, akkor még ugye nagyon ment a hagymahéjas legjobban, a szegénysége, szegényebb volt a világ, most már pedig hát minden lehetőség megvan adva, hogy az ember szép munkákat kiadjon. Én is csináltam berzsel tojásokat, ami azt jelenti, hogy ugye leveleket ráragasztottunk, hagymahéjasakat, aztán szép színes tojásokat csináltam, kaparós tojásokat. Ezekkel a tojásokkal mentünk kiállításokra, helyben, Zomborban is, amikor volt kiállítás, amire már jó pár éve megyünk, ott is szép helyezéseket értem el, és a kaparósokat nagyon szeretem csinálni, de már azt mondták, hogy ebből elég. Akkor valamit kigondoltam, mindig valami újat. Amikor jött a kék festő, hát az egy meglepetés volt, mert az senkinek nem jutott eszébe, hogy egy ilyen egyszerű dolog, és mégis különleges, valami új, mert állandó, hát nem állandóan, de majdnem az van mondva, hogy valami újat, valami hozzunk valami mást, valami újat. Na hát eddig ezt csináltam, az idén szintén készülünk a Mirkre, már nagyon várom, hamarosan megyünk, és újabbakat készítettem, most írásos tojásokat csináltam, ami hagyományos minták, mert azt is mondták már, hogy valami más minta is legyen. Hát akkor próbáltam kigondolni, és hát a netről is egy kicsit kilestem, hogy mit lehet, ami tényleg legyen hagyományos, ha hagyományosat kérnek. Szekeres Katalin nem csak saját eredményeire büszke, hanem a Magyar Polgári Kaszinó Zombori Rózsák kézimunka csoportjára is, amelynek évek óta ő a vezetője. A csoport tagjai számos helyezést értek el kül- és belföldön egyaránt. Munkájuk sikerességét, kézimunkáik értékét, oklevelek és serlegek sokasága bizonyítja.